A szabadtéri koncertek, színházi előadások kiváló helyszíne volt az Érsekkert. Alkalmanként 5-600 ember is részt vett a programokon. Három ilyen rendezvény volt a nyáron. Sőt, az idén először többször volt teltházas is egy-egy rendezvény. Először a Csík koncert volt a Dunamenti Folklor Fesztivál második napján. Hát talán először mondhattuk azt, hogy óriási volt az érdeklődés. Tavaly is már volt 6-700 ember a koncerteken, de a Csíkon körülbelül 1000 ember volt. Augusztusban egy musicallel indítottak. A Muzsika hangja című darabon közel 400 néző volt, ez a környékbeli településeken zajló rendezvényeknek is betudható. Majd a Szent István napokon a Honfoglalás című rock operára ismét elfogytak a jegyek, sőt, pótszékekre is szükség volt. No, ilyet még nem láttunk Kalocsán, azt hiszem, és a jegyek már előző héten elfogytak teljesen. Nem olyan tér állt rendelkezésünkre, ami egy lovas színháznak szokott lenni. Homokos terület és nagy terület, ahol lehet vágtázni sok lóval, de megcsinálták, és nem is akárhogy. Ennek olyan nagy sikere volt, hogy akár már a következő nyári évadban is lehet számítani a Nemzeti Lovas Színház valamelyik előadására. Nem olcsók ezek a darabok, azért lovakat szállítani, ilyen díszleteket, technikát, fényeket, drága darabok, de ha ilyen nagy az érdeklődés, akkor talán ki tudjuk ezeket gazdálkodni. A nyári programok befejeződtek az Érsekkertben, azonban szeptemberben még itt lesz majd a Paprika Fesztivál.